A grandiózus egész Kárpát-medencét felölelő óvoda és iskola fejlesztési programnak köszönhetően mintegy 40 milliárd forintból több mint 400 főleg bölcsődei és óvodai épület felújítása valósul meg. Az anyanyelvi oktatás és nevelés a körülmények 21. századi vátétele jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a külhoni magyarok hosszú távon is a szülőföldjükön vessenek gyökeret, vallja Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, aki Komáromban a felújított Mariánum Egyházi Iskola Központ átadási ünnepségén vett részt. Ünnepi szentmisével vette kezdetét Szlovákia legnagyobb lélekszámú, magyar oktatási nyelvű egyházi iskola központjának örömünnepe. A Mariánum Egyházi Iskola Központ 1929-ben alakult. Csak foltozgatások, jelentős átalakítási, tatarozási munkálatok azóta nem valósultak meg az intézményben. Pontosan 89 évvel ezelőtt ezen a napon jött létre egy olyan megtartó erővel bíró intézmény, amely a trianoni sok után a túlélés és a megmaradás szimbólumává vált számunkra. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos azt hangsúlyozta, a falak lélekkel való megtöltése már az intézmény feladata, de a körülmények ehhez már adottak. Letisztult és korszerű termek várják az évről évre gyarapodó diákságot az óvodában, az általános iskolában és a gimnáziumban egyaránt. Úgy tűnik, ez a feladat jó kezekben van, hiszen a diákság lélekszáma minden évben nő. Nagy öröm számunkra az, hogy itt ebben az intézményben rengeteg gyerek van, több mint 400 gyerekről számolt be igazgató úr, az óvodában, illetve az iskolában összesen, és azt lehet mondani, ez példa nem csak a felvidéki magyarság számára, hanem az egész Kárpát-medence számára, hogy ilyen intézmények működnek, működhetnek. A legapróbbak énekszóval köszöntötték az egyházi és politikai tisztségviselőket, az ünnepségre a nagyszombati érseki hivatal is delegációt küldött, mely kisebb mértékben ugyan, de szintén támogatta a Magyar Iskola Központ megújulását. Volt feladat itt bőven, nem volt elég szociális helyiség, a közösségi terek bővítésre szorultak, és az épület gyakran beázott. Nagyon mostoha körülmények között létezett az óvoda, de annak ellenére nagyon sok gyerek járt ide az óvodánkba. Tehát annak ellenére, hogy tényleg az épület nagyon romos volt, a szülők azért valami úton-módon mégiscsak bíztak bennünk, és ide adták a gyerekeket. A Mariánumnak tehát a lelkülete vonzotta és vonza a szülőket mágnesként. Nyíltan vállalja az iskola központ a keresztény értékek fontosságát, és azok mellett büszkén ki is áll. Mariánum 1929-ben azzal céllal jött létre, hogy a felvidéki magyarságnak a véréből való papot, tanítót és értelmiséget neveljen. Mind a mai napig ez a célunk. Az igazgató azt mondja, ezentúl nincs annak akadálya, hogy az oktatáson túl a kulturális mozgolódásba is bekapcsolódjanak. Én úgy gondolom, hogy egy iskola az nem csak tanít, hanem nevel is, nem csak megtalálható egy adott közösségben, hanem a közösséget megpróbálja formálni is. Így ezek a terek, ezek a épületek lehetőséget fognak erre is nyújtani. Nem csak tanítani és oktatni fogunk, hanem kiállításokat és különféle egyéb rendezvényeket is tervezünk. A szülők pedig drukkolnak az iskolának, a támogatásért pedig hálaszó illet mindenkit, aki a keresztény alapokon álló oktatás ügyét fontosnak tartja, és teszi ezt úgy, hogy nem tesz különbséget a külhoni és a magyarországi intézmények között. Az ünnepségen újságíróként szolgálatot teljesítő Batta György nagylánya idejárt, fia pedig jelenleg is a Mariánumban tanul. Talán megkockáztathatom, hogy soha nem volt még ilyen érzelmileg dús az ember, hogy mindazt, amit kapunk, mind anyagi szempontból, mindazt a bátorítást és kiállást, amit ez a kis felvidéki közösség kap, erre már nagyon nagy szükségünk volt, és ezt nem is lehet elmondani. A Kárpát-medencei óvoda támogatási rendszer a külhonban kiváltképp fontos, hiszen nem csak gyarapít, sok esetben intézményt ment meg a bezárástól. Ezt már Kis Beáta, a Magyar Közösség pártjának oktatáspolitikusa hangsúlyozta. A Tömmagyarság területén működő nagyiskolák, nagy intézmények további gyarapodását, fejlődését és korszerűsítését szolgálják ezek a támogatások, míg a peremvidéken, esetleg Szórványban a puszta megmaradást, a puszta továbbélést szolgálják.
A Felvidéken több mint 150 óvoda és iskola jut anyagi forráshoz a támogatási program által, melyet fejlesztésre, felújításra, korszerű eszközök vásárlására szánhat, és zöldmezős építkezések is megvalósulnak a közeljövőben.